Idén is folytatja tematikus városnézéseit a Kassai Turisztikai Információs Központ. A Hernádparti településen mintegy 240 ezeren laknak, de a magyarok aránya már nem éri el a 3%-ot. Ennek ellenére a hagyományos idegenvezetések mellett egyedüliként büszkélkedhet magyar nyelvű tematikus városnézéseivel, ami barangolás név alatt nagy sikernek örvend. Legutóbb a város képtárainak és galériáinak történetével ismerkedhettek meg a résztvevők. A képtárakat fogjuk ma végigjárni, körülbelül 10 képtárat. A ma kelet-szlovákiai galériaként működő valamikori Abaúj-Tornai Vármegyeháza alak sorában Radovan Cserevka kortárs csehképző művész kiállítását, a Magyar Jelenlétházában pedig fiatal tehetségek alkotásait tekinthették meg a résztvevők. A Löffler Béla Múzeum, a napokban alakuló artház és kisebb magánképtárak is a barongolás állomásai között voltak. Nagy élménybe részesülhettünk, úgy gondolom, mindnyájan, akik előttünk. Utolsó percen jóformán tudtam meg a hírt, és azonnal elkezdtem öltözködni, mondom, hogy ilyen nagy alkalmat nem hagyok ki. Eljövök megnézni a galériákat. Magyar nyelvű előadóval még hozzá. Az az igazság, hogy kassai vagyok, de ezeken a helyeken még nem jártam. Mondjuk a Jakobi Múzeumot, illetve képtárban voltam többször, de például lent az Alaksorban, ahol voltunk, ott még nem voltam soha. Itt sem voltam például. Úgyhogy ez máskor is eljövök a Balassa úrnak a városnéző akcióért. Nagyon jó. A tematikus városnézés résztvevői 10 kassai képtár és galéria történetével ismerkedhettek meg. Az itt berendezett kiállítások anyagát az avantgard és a kortárs irányzatok jellemzik. Egy intézményben sincs a város képzőművészeinek alkotásait bemutató állandó jellegű tárlat. Balassa Zoltán helytörténész, a barongolás vezetője szerint ez a téma azért különleges, mert összefogja a városban jelenlévő képzőművészet sokszínűségét és utal annak történelmére is. Itt vannak már régen működő képtárak, amelyeket az emberek úgy nagyjából ismernek, aztán egészen új képtárak is nyíltak az utóbbi időben, sőt még újak is fognak nyílni. Voltak éppen megismerjük, egyrészt esztétikumot ad, elgondolkoztathat, és hát bemutatja a múltat is. A barangolásokat szervező Kassai Információs Központ munkatársai szerint sokan úgy tervezik a felvidéki kirándulásukat vagy üzleti útjukat Kassára, hogy részt vehessenek a barangolásokon. Ez egy jó alkalom, mert mindig valami olyan érdekességet lehet megtekinteni, ami hová egyébként közönséges földi alandó nem juthat el, és hát ehhez kötve még egyéb érdekességeket, tehát én minden érkezéskor végig megyek a vendégforgalmi irodákon, fölcsípem a tájékoztató anyagokat, a műsorfüzetet, stb., és akkor megnézem a kiállításokat, stb., meg a környéken lévő egyéb érdekességeket is. Nagyon-nagyon régen készültem már erre, sikerült eljutnom, sikerült úgy szervezni, hogy szabad legyek, és hogy időm is megengedje. Nagyon örülök, hogy sokan vagyunk, mert rengeteget hallottam eddig a barangolásokról, a szlovák csoportokról is, és a magyar csoportokról is nagyon jók voltak a visszhangok, és csak ma tudatosítottam, hogy ez egy 15 éves hagyomány lett. A hónaponta megvalósuló kassai barangolások következő témája multivéző lesz. Február első hétvégén a Malom utca titkaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Nagy érdeklődésnek örvend a zsidókassa, vagy éppen a márai kassája barangolás is. További részletek és a magyar nyelvű városnézés időpontjai a www.potulka.sk weboldalon olvashatók.